Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 7-éig. Május 2-án Merkur találkozik a nappal, együtt hatnak. A nap megvilágít valamit. Itt lehet ezen a napon valamit valakivel tisztázni. A nap szimbolizálja az apukádat, vagy a főnöködet, vagy a kormányt. Lehet, hogy ezen a területen is vannak tárgyalások, szerződések, és van kommunikáció. Május 3-án Plutó bolygó megáll egy pillanatra, aztán visszafele halad. Plutó bolygó az a hatalom bolygója. Jelenti a mi életerőnket is, vagy szexuális témákat. Plutó bolygó az kihat olyan dolgokra, amit lezárunk az életünkben. Hogy ezen a napon egy pillanatra megáll, hogy megállnak az események, vagy el kellene gondolkozni azon, mit hogyan tudnánk lezárni. Utána visszafele halad, és ez a visszafele tekintés utal a múltra. Oda kellene még figyelni bizonyos dolgokra a múltból. De én hozzátenném azt, hogyha arról van szó, hogy valamit el kellene engedni, itt nem mindig jó az, ha mindig mindent lezárunk, hanem bizonyos kapcsolatokat vagy egy témát gyakran meg kellene őrizni. Tehát itt majd visszafele tekintünk, és a téma az, mit hogyan kellene lezárni, vagy mit kellene megtartani. Május 4-én a Hold eléri Kétút, a lefele mozgó kármikus csomót, ahol a múltról van szó, és érzelmekről van szó. Május 5-e az telihold, megvilágít valamit. Olyan témákat, ahol kell a gyógyító erő, vagy ahol rendezni kell bizonyos dolgokat. Ezen a napon van egy hold finsternis, de Európából ezt nem lehet látni, tehát nem ránk hat ki. De mégis azért figyeljünk oda a témákra, amikor egy finsternis van, mert mindig, minden alkalommal finsterniseknél kármikus témákról van szó. Ezúttal az érzelmeinkről, a múltról. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a fiatal férfi, ez lehet tényleg egy férfi, aki kicsit fiatalabb, de ennek szimbolikus jelentése van. Itt utal új dolgokra, vagy egy meglepetésre. Ez a tartás lehet a te tartásod is, akkor is, ha te egy hölgy vagy. Itt a kart azt jelenti, hogy mennyire fontos az, hogy komoly döntéseket hoz, hogy tisztáz valakivel valamit, hogy legyen beszélgetés. De nem könnyű, hiszen ez a másik személy itt elbúj, itt a színpad mögött. Itt lehet tényleg színpadról, művészetekről is szó, de elbújik a kosztüm és az állarc mögé. Nem mutatja ki azt, hogy mit, hogyan szeretne. Nehéz vele valamit is tisztázni. És itt látható Justícia istennő, aki mutatja az igazságot, vagy az igazságtalanságot. Lehet, hogy ez a tartás, ez a helyzet megbánt téged, és te ezt igazságtalannak tartod. Kell a belső egyensúly, és az a fontos, ha ő nem hajlandó veled nyíltan beszélni, legalább te vedd kezedbe ezt a ragyogó kardot,
és te irányítsd az eseményeket, hozz komoly döntéseket, így fog tisztázódni valami. Ez a személy itt a háttérben majd elbúcsúzik a könnyek mezejétől, itt lesznek megújulások és változások akkor is, ha vannak itt még korlátozások, megvan ahhoz az ereje, hogy ezen áttegye magát. Te indítasz, te irányítasz, és ő követ téged. Hamarosan itt lesz egy levél, itt a kehely van, tehát ebben a levélben érzelmekről van szó. Majd írni fog, jelentkezni fog, beszél érzelmekről. És ami nekem nagyon tetszik, itt van egy uralkodó nő, és egy uralkodó, egy király, és egy királynő. Szemben álltok egymással, és itt egy vonalban vagytok. Tehát te ugyanazt tudod nyújtani, amit ő is nyújt számodra. Megvan az elismerés. Te vagy a királynő és az uralkodónő. És ő, mint király, átnyújtja számodra ezt a kejhet, és az azt jelenti, hogy kimutatja az érzelmeit. És nálad látható a tűz eleme, ez lelkesíteni fog téged, és ki fogod mutatni a szenvedélyeket. Összetartoztok. Király, királynő, uralkodó, uralkodónő, a férfias és a nőies energia egy hangban van. Lesznek munkahelyi változások, jelenleg sok a munkád, vagy ő dolgozik sokat, de megvan ahhoz az erőd, vagy neki megvan hozzá az ereje, hogy ezeket a feladatokat elvégezze. Itt van még egy kis húzavona, de ő megállja a helyét, te is a munkahelyeden. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!